A kiskörösi helyőrségi nyugállományúak klubja idén már 32. alkalommal köszöntötte az idősek napja alkalmából szépkorú tagjait. Minden évben ezen a napon, az idősek napján adjuk át az évfordulóhoz kötődő születésnapi köszöntő emlékérmeket. Ez minden évben változik, a kerek évfordulót 65-től fölfele szoktuk osztani 5 évenként. Ennek változik a színe, formája. Másrészt szintén ezen a napon az év során olyan kiemelt fontosságú feladatot, vagy netán megbízatást ellátó személyek által elvégzett munkát szoktuk díjazni, amit elsősorban honvédelmi miniszter, vezérkarfőnök, vagy éppen az Egyesület elnöksége vezetése ad át az adott személynek. A rendezvényen ott volt Eskütt Lajos nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnökhelyettese, Szedmák Tamás kiskörösváros alpolgármestere és Gáldonyi Sándor őrnagy, a kecskeméti 13. had kiegészítő és toborzó iroda vezetője is. Sokat gondolkoztam azon, hogy a klasszikus köszönetnyilvánításon túl mit jelent nekünk ez az idősek világnapja, és arra jutottam, hogy én inspirációt szeretnék ezekből nyerni, ahogy így ezt átgondoltam, tényleg minden egyes alkalom, minden egyes helyszín, minden egyes nyugállományú katonával való beszélgetés inspirációt jelent a számomra. A katonai pályával kapcsolatban? Igen, a katonai pályán is egyfajta példaképek az idősebb, és azok az életpályák, amiket ők bejártak, azok mindenki számára egy nagyon jó példák lehetnek, de nem csak a katonai pályánban, hanem a magánéletben is. Az idősek napi rendezvény elején Duhai Józsefné köszöntötte a résztvevőket, majd felkonferálta a nyitótáncot. Elmondta, hogy a Senior Örömtánc csoport jelenlévő résztvevői közül 9 tagjai a nyugállományúak klubjának is. A nyitótánc után ismét Duhai Józsefné lépett a mikrofonhoz, aki Magyar Ottó, az Élet alkonyán című versét szavalta el. Faggyas István nyugállományú őrnagy, a kiskörösi helyőrségi nyugállományúak klubjának elnöke beszédében megemlékezett az aradi vértanúkról. Ezt követően egyesület vezetése emléktárgy jutalmat adott át Gottfried Bélának, Benics Lászlónak, Duhai Józsefnének és Tratter Istvánnak. 8 emlékplakettet vehettek át kerek születésnapjuk alkalmából. Az esemény végén Szedmák Tamás alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket, aki külön kiemelte, hogy a városvezetés nagyon hálás, amiért a kiskörösi helyőrségi nyugállományú a klubja, ennyire aktív egyesület a városban. Az esemény közös koccintással és vacsorával jó hangulatban ért véget.